A műsor főtámogatója a Gundel étterem. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paul Dillával. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Lillás reggeli extra külön kiadását látják karácsony reggelén. A helyszínünk más, itt a stúdióban, a karácsonyi díszlet előtt ülünk nagyon kedves vendégeimmel, szakítva hagyományokkal, most nem a Gundelből jelentkezünk, de ennek is megvan a maga oka. Vendégem egy csodálatos család, régi kedves barátom és felesége és gyermekei, akik eljöttek ma hozzánk, Dobos Attila, Harbicsai Évi és Attiláék három gyermeke, Mimi, Mici és Attila. Mimi, aki Emilia Laura névre lett keresztelve, ha jól tudom, igen. Mercedes, a Mici, és Attila. Egészen véletlen a papa. Mercedes. Igen. Mercedes, és egész véletlenül Attila az apját nevét örökölte. Na, itt a kezdő bemelegítés után, tényleg szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Tulajdonképpen, amikor a Lillás reggeli extrára készültünk, akkor én egy olyan igazi családot kerestem, és nagyon sok minden szóba került. Elmondom nektek, kik voltak a jelöltek. Gondoltam a Pintácsi testvérekre, akik mind több gyermeket nevelnek, és jó házasságban élnek, és hála Istentől nem attól zeng a sajtó, hogy milyen botrányok vannak körülöttük. És még volt jó pár, és akkor a zenéket is elpróbáltuk, hogy milyen zenéket tegyünk be, és mondtam, hogy van nekem egy kedvenc számom, a Dobos Attilától egy magán kiadásba kiadott kazettán, szerintem 20 évvel ezelőttről. Van az több is. Van az több is? Úristen, nagyon-nagyon rég mikor volt. Ki 85-ben, amikor hazajöttem a diszidálásból. Ennyi idő telt el azóta? Igen, szalad Jézus az idő. Mária, nagyon-nagyon szalad az idő. Attila, kezdjük el ezzel a kazettával és ennek a kazettának a születésétől. Igen. Aztán majd visszamegyünk, és aztán majd repülünk ide-oda az időkben. Miért döntöttél úgy, hogy hazajössz? Érdekes. Amikor kimentem, mindenki azt kérdezte, hogy kimegyek. És hát igen, mert sikeres ember voltál. Mindenki azt kérdezte, most már miért jöttél vissza? Hát miért jöttem vissza? Én nem ígértem meg senkinek, hogy halálomig kint leszek külföldön. Én kimentem, és 15 évet kint dolgoztam Németországban. Ma már ez teljesen normális dolog. De ugye? Abban az időszakban ugye egy sikeres énekes zeneszerző, az megfoghatatlan volt, hogy miért maradt kint. De hát miért? De miért? Ne, inkább fordítva igen. Mondom, szerettem volna világot látni, tapasztalatokat szerezni, úgy, ahogy Gróf Széchenyi István is annak idején csinálta, éveket utazott a világban, és aztán sok tapasztalatot, amit ott megszerzett, hazahozta és itt hasznosította. Hát mondjuk nyilván van valami aktualitás, amikor az ember ilyen utat választ, volt nekem is egy aktuális motivációm. Nem nagyon akarom pont karácsony napján tisztelt nézőket ebbe beavatni, mert nem egy szép történet, csúnya történet, magánéleti dolog, és hát ez most már a múlté. De az a lényeg, hogy én 15 évig fogorvos voltam Németországban, és sok mindent tanultam, és szóval bőven elég volt. Utána hazajöttem, mert haza az csak egy helyen van, ahol az ember született. Az mi is vissza-vissza jövünk mindig oda, ahol az énekes madarak is visszajönnek. Ugye sok ezer kilométert megtesznek, hogy ugyanoda a családi fészekben megint visszarepülhessenek. Ezután vágytam én is, és azóta rendben is van a világ. Rendben van a világ. Készítettél egy kazettát, ugye akkor még nem voltak CD-k, 85, édes Istenem. Igen. Ami akkoriban került hozzám, hiszen akkor sokat dolgoztunk együtt, jártuk az országot, egészen igen. Különleges történeteink voltak, különösen az autógumikra gondolok, nem tudom, emlékszel, akkor háromszor kellett autógumit cserélni. És jaj, te azon az úton ott voltál? És én hoztam persze a harmadik gumit. Egy Warburg-gal voltam én, és egyik kipukkadt, aki kipukkadt a másik. Szóval én durde fejben nekem olyan tapasztalatom van, mert Évi a felesége mindig aggódik, hogy és hogyha
túrdefekt van, akkor mi van? Mi történik? Hát nem, igaz, hogy kitűnően megfogtam az autót mindig. Igen. Hát mi megéltünk több túrdefektet együtt. Igen, és volt egy olyan, amikor már úgy indult el Attila, hogy előtte velem volt, amikor túrdefektet kapott. Elindult úgy, hogy nem volt meg a pótkerék. Mert a papa, igen, pótkerék. Elindult, és akkor is durdefektet kapott. És akkor telefonálták, hogy hozzak utánad az én kocsimmal egy harmadik kereket, mert hogy az én kocsimnak a kereke pontosan illett a te kocsit kerekére. De iszonyatos történetek voltak, de hát ez volt az igazi hőskor, amikor így jártuk az újszak. Mennyit tudsz te ebből az időszakból? Tulajdonképpen a dalairól, a daloknak a születéséről sokat tudok, mert Attila sokat mesél, tehát, illetve ahogy a tévében a Táncdal Fesztiválos időket idéző műsorok vannak, és dalokat ugye időről ismétlik, így ezeket mindig megnézzük együtt, és akkor Attila meséli, hogy bezzeg akkor mi volt. Ugye fekete-fehérbe látjuk, meséli a színeket, a daloknak a születését, Szenes Ivánhoz való viszonyát, tehát ez az időszak, hogy igen, egy-két ilyen hakni történetet szintén, ami olyan különlegesebb, de tulajdonképpen talán koromnál fogva annyira nem ismerem azért a minden részletét ennek az időszaknak. A közönség természetesen most már biztos, hogy beazonosított úgy benneteket, hogy te jó Isten, itt van Dobos Attila, egy ragyogó, szépségű fiatal nővel, három kisgyerekkel. Micsoda mázlista egy pali. Ugye? Ugye? Szerintem is azt mondjuk. De hogy mitől lett ez a család ilyenné, mint amilyen, az majd szóba fog kerülni, de visszatérünk erre a bizonyos kazettára. Igen. Szóval, miért ne jöttél volna haza, miért ne írtad volna meg ezt a kazettát? Ezen a kazettán a régi nagy slágerek mellett egy-két olyan szám is szerepelt, amit mi annak idején nem ismertünk. Ezek közé, azt a dalok közé tartozott az a szám, ami miatt én felfedeztem, hogy nekem ma reggelre a műsorban Dobos Attilára szükségem van, ez a Karácsony újra otthon. Mi volt ennek a története? Igen, hát ugye, ahogy mondtam, 15 évet éltem Németországban, és 12 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy hazajövessek legalább látogatóba egyszer, és hát nem rajta múlott. A szüleid kimehettek hozzád egyébként? Hát 7 évig nem engedték ki őket, és utána az a büntették őket, hogy nem engedték ki, mert én jogellenesen tartózkodtam külföldön. Hát ezt egy mai fiatal már épp észre fel se tudja fogni, hogy én rendes, érvényes útlevéllel kiutazok, és ott egy fogorvosi rendelőben dolgozom. Mi az a bűn, amit én elkövettem? Ugye, de hát én jogellenesen tartózkodtam külföldön, ezért az egész családot eltiltották az utazástól, szüleimet is, és a testvéreimet is. És akkor 7 év után kicsit elnyúlt ez a dolog, és hát jó néhány évvel később pedig tovább enyhült a légkör, hogy úgy mondjam, és kaptam egy úgynevezett konzuli útlevelet, és az, attól kezdve az, ami tiltott volt, meg amiért távol létemben 4 év börtönre ítéltek, azt most már államilag engedélyezték, és akkor külföldön élő magyar állampolgár lettem. Hát persze az is egy átmeneti állapot volt, mert én soha nem akartam örökké kint maradni. Úgyhogy amikor hát ezt úgy meg tudtam már szervezni, mert azért le kell zárni a dolgokat, ugye. Akkor hazajöttem, úgyhogy akkor jöttem haza, amikor a Angéla nevű lányom, aki Maris Zsuzsi házasságból származik, és hát én neveltem. Amikor ő 14 éves volt, akkor jöttünk haza, mert úgy gondoltuk, hogy az lesz a legjobb, hogyha a gimnáziumot már itt kezdje el 14 éves korában. És szóval ezt a dalt, akkor én tulajdonképpen abból az indítékből írtam, hogy amikor én hazajöttem annyi hosszú idő után, és ez egy karácsony volt, amikor haza tudtam jönni, haza engedtek, ugye, akkor hát én nem tudom azt mondani, hogy milyen megrázó élmény volt az, hogy az ember visszajön a hazájába, és élnek még a szüleim, és ott a karácsonyfa, és hát szóval
De ez olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy én hazamentem, mert akkor nekem az én hazamenésem nem itt volt, hanem ott. Akkor leültem a zongorához, és megírtam ezt a dalt. És hát az, hogy karácsony újra otthon, és együtt van a régi nagy család. Fújt ki magad, mindjárt megkérlek rá, hogy elénekelt, látom, egy picit el is érzékenyültél. Ismeritek ti ezt a dalt? Nem hallottátok még? Hát akkor ez lesz nektek a karácsonyi meglepetés. Meg fogjátok látni, hogy mennyire gyönyörű. És lehet, hogyha egyszer idősebbek lesztek, és lesznek nektek is gyerekeitek, be fogjátok tenni, amikor kiröpülnek a világba, egyik országba tanul, a másik országba, hiszen ma már a világ ilyen, és akkor, amikor megjönnek, és várjátok haza a gyerekeket, akkor azt hogy na, a papa ezt élhette át. Következzék ez a dal. Az vagyok csupán.
Köszönöm szépen. Na, hogy tetszett? Ugye milyen szép volt? Neked nagyon tetszett. És az angyalt én is mondtam. És te is tudtad énekelni. Igen, igen, igen. Na, egyébként ez az egésznek a lényege, hogy bele tud mindenki kapcsolódni. Igen, igen, igen. És reméltem is, hogy a mennyből az angyalnál csak bekapcsolódnak a gyerekek is. Attila rögtön érezte, hát ő igazi profi, ugye már. Igen. Te se ismerted ezt a dalt? Hogy lehet, hogy nem ismertem? Hát, megmondom neked. Azért nem ismerted, mert ez a szám nekem sebbeket szabott fel a szívemben. És ezt a még oly szép, de nagyon megrázó élményt szerettem volna eltemetni a szívemben. Ez is egy olyan élmény, ami az embert formálja, amitől én most az lettem, ami vagyok. És nekem az tulajdonképpen olyan fájdalmas ez egész, hogy mi mindenen kellett végigmenni, még végre otthon lehettem, és együtt lehetett a család. Mi ezt nektek mind megtudni, amin átmentem. Talán rosszul látom. Én meg úgy érzem, hogy zeneszerző vagy, és ez a dal, ez nem csak egy magánéleti részről szól, hanem sokkal többről. Tehát azért ez sok emberhez szól. Sokan vannak úgy, akik sorstársaid, akik ugyanígy éreznek, pláne ilyenkor karácsonykor. Tehát igen, de örülök, hogy megismertem viszont. Látod, hogy mire jó egy tévéműsor. De tényleg egyébként ez egy érdekes, hogy vannak dalok, amihez költődünk. Porpetinek van egy ilyen száma, amit nagyon szeretek. Neked van ez a szám, ami minden évben otthon bekerül az adásba. Vagy adásba. Adásba nem, de most már ezen túl, igen. Hanem egyszerűen otthon. Igen, nem, az otthoni készülődések sorába beletartozik. Neked van egy kedvenc dalod, karácsonyi dalod? Nekem van. Na, halljuk. Neked melyik? Kiskarácsony. Kiskarácsony, igen? Olyan. És a ti? Neked is a ti? Uh-huh. És ti is el tudjátok énekelni? Uh-huh. Na, akkor menjen. Kiskarácsony, nagy karácsony, kisülte már a kalácsom. Ha kisült már ide lélek, hadd legyen meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Kis karácsony, nagy karácsony, van-e kolbász a padláson? Ha nincs kolbász a padláson, nem ér semmit a karácsony. Remek volt, köszönjük szépen. Látom, te nem kapcsolódtál bele az éneklésbe, nem baj. Viszont arra vagyok kíváncsi, hogy neked, tehát meséld el, hogy milyen otthon a karácsony egy nagy lány szemével. Mindjárt. Nagyjából nincs különbség, mint a én kisgyereknek, tehát mint a tesóimnak. Nekem mindegy ugyanaz. Éneklünk, megkapjuk az ajándékot, kibontjuk, mint nem érdekel különbséget. Tehát kiskorodban ugyanolyan szépnek találtad, mint most, vagy pedig, és milyen volt, amikor a testvéreket már te bújtattad, dugtad az ajándékokat? Hogy szokott zajlani egy karácsony este? Akkor hazamegyünk, akkor... Hol vagyunk délután? Hová megyünk délután? Játék után hazamegyünk, átöltözünk ünnepőbe, és akkor addig a szobánkban vagyunk, amíg nem az angyalkák nem csengetnek, és akkor megyünk.
A pásztorjáték mindenében elmaradhatatlan a családnál? Ezt én hoztam a családba tulajdonképpen, abban a templomban járunk, ahol fölnőttem, és ott mindig ilyenkor Szentestére 24-én délután van egy pásztorjáték, és ide én is jártam, és a gyerekeket is itt tradicionálisan vittem tovább, úgyhogy ez egy ilyen elmaradhatatlan pont. És én úgy tudom, hogy a pásztorjátékban idén te is részt veszel. Na, mesélj róla. Nagyon jó lesz a isibe, és ott el fogjuk még egyszer játszani a pásztorjátékot, és nagyon jó lesz. És azt te... mondjuk, de te az óvodaid, meséld el a tegnap. Tegnap mi voltál a pásztorjáték? Egy kicsit hangosabban mondjad. Mária voltam, és mindent ki József volt, és akkor József kopogtatott a falon, és akkor kijöttek a fogadósok, és megkérte, hogy... És a barlangistelót megmutatták a fogadósok, és akkor következtem én a Máriába. És volt nálad kisbaba is? Igen. És ki volt, tudod, hogy ki volt a kisbaba az öletben? Jézus. Jézus. Igen. És tudod-e, hogy ki Jézus? El is énekelt egy nagyon szép kis éneket. Tudod-e, hogy ki volt Jézus? Hm? Hát hogy ne tudnád? Hát várjál, Jézus. Ez nem biztos de, még. Tudja. Igen? Jézus Krisztus, hát tudod, hogy ki volt. Mit szoktunk mondani ilyenkor, hogy kinek a születését ünnepeljük? Isten. Hm? Jézus születés, Jézus. Igen. Aki megváltóként... A Jézus születését ünnepeljük a karácsonyban. Így van. Egyébként ez egy olyan szép dolog, amikor a családnak van egy közös hite, egy közös gondolkodás módja. És én úgy tudom, hogy titeket a közös hit és a közös gondolkodásmód volt az, ami összehozott. Leginkább a közös gondolkodás... És ez miért? Mert mi az interneten keresztül ismerkedtünk meg. Tehát Attilának volt egy újságja akkoriban, aminek volt egy honlapja, és ott volt egy ismerkedő klubja, ez nem társkeresős ismerkedős, hanem csak ilyen gondolatcserés ismerkedős, és ott lehetett névtelenül is palackpostákkal üzenni, tulajdonképpen így kezdődött a mi ismerettségünk, ahol tulajdonképpen a gondolatok találkoztak először. És akkor a gondolatok találkozását követte az igazi találkozás, és rá fél évre pedig a házasság. Elég gyors és elég szokatlan módja az ismerkedésnek. Rohalazít. Egyrészt a világban ez az internetes. Ez azért nagyon érdekes, mert általában az internetes párkeresése vagy kapcsolatépítés rettenetesen divatos, de nagyon félnek és nagyon tartanak is tőle az emberek. Azért tartanak, mert... Ugye nincsen kontroll, és nagyon sokan úgy mutatják be magukat, mint amilyenek szeretnének lenni, de nem azt mutatják, amilyenek. Mi csináltunk egy társkereső irodát 6 évig Attilával, ugye pont az ellenkezőjét láttuk, az életbeli társkeresést. Annak meg az a hátulütője, hogy nem a gondolatok találkoznak először, hanem minden más. Úgyhogy mindegyiknek van előnye, hátránya is, de hát... Nálunk ez bejött, és hát ez a fél év, tulajdonképpen, ha két ember úgy találkozik, hogy úgy érzi, hogy megtalálta a másik felét, akkor már nem is volt kérdés, hogy mi lenne a következő állás. Telt el a ti levelezésetek és a személyes találkozásatok egy között? Két hét. Nem sok idő. Egy hét, két hét körülbelül. Igen. És az mennyire sűrű levélváltással volt? Az mindennapos volt, mindennapos. És mennyire nyitottátok meg magukatokat? Tehát névtelenül zajlott a levelezés. Először névtelenül zajlott, körülbelül egy hétig, és akkor valahogy a rendszerrel valami probléma lépett fel, és akkor kijött, hogy tulajdonképpen a kódok mögött kik vannak, és akkor kijött az, hogy Dobos Attila, kijött az én nevem, és megnéztem, ki ez a Dobos Attila. És akkor láttam, hogy ő adja ki az újságot, de nem tudtam, hogy ő azaz a Dobos Attila zeneszerző. És anyukám mondta, hogy a Dobos Attila, és gyorsan elkezdtem magázni, hogy bocsánat, nem akartam. Azóta sem magáz. Igen. És akkor... Akkor utána már azzal leveleztünk, aki valójában is, rá egy hétre, hogy találkoztunk,
tulajdonképpen úgy mentem haza az első randevúról, azt mondtam anyukámnak, hogy mami, hogyha ha megkérni a kezem, rögtön feleségül mennék hozzá. Tehát én 3-4 óra után tudtam, hogy feleségül mennék hozzá. Ő minden sokkal hamarabb tud, mint én. Te mikor szembesültél ezzel a gondolattal, hogy ez a hölgy az, akit a Jóisten neked teremtett? Kicsit hát, később. Kicsit később. De mennyi idő telt el? Mert akkor ezek szerint Évi, az teljesen nyílt szívvel állt hozzá, és ugye a korkülönbség ellenére. Hát azért ez neked. Igen. Megmondom neked. Ő kérte meg a kezedet? Nem. A hagyományosak voltak. Én az első percben már magamban azt mondtam, a fene vigyel, hogy ennyi korkülönbség van közöttünk. Hát, mert ha nem lenne, rögtön megkérném a kezét. Ugye Attila nem hitt a szemének, mert én 2-3 hét után mondtam, hogy én szerelmes vagyok beléd, akkor ő még azt mondta, hogy én is szeretlek. Ez volt, és akkor úgy lassan esett le a tantusz, azért akárhogy is nézzük. Édesem, nem? Ez egy választ, míg élek, szememre veti, pedig nem ilyen egyszerű az ilyen dolog. Nem ilyen egyszerű dolog. Hát semmi nem fekete és fehér. A férfi szerelem az egészen másképp fejlődik, mint a női szerelem. De szóval én rögtön megtaláltam, ezt láttam benne az én Évámat, még ráadásul pont Évának is hívják, de mint a madács ember tragédiájában, Ádám ugye, ahol felismeri a másik nőben, akit a történelem során a sors odavetett, hogy ez az ő Évája, vagy ez az ő felesége. Szóval én nem is mertem remélni, hát van 33 év korkülönbség közöttünk, hogy Évi valaha is olyan szemben néz rám, hogy esetleg mi ketten lehetnénk egy pár, nehogy Isten, családunk lehetne. Ezért is én csak úgy szép csendben magamban sóvárogva gondoltam, mert hogy hát ez bizonyosan is kicsit későt létre ez a találkozás, és milyen jó lett volna, hogyha annak idején. És látod, hogy milyen jó lett? Mert végül is gondolom, hogy nálatok is, mint minden családban megvannak a napi surlódások, megvannak a gondok, problémák, de alapvetően egy hihetetlen szeretet van bennetek egymás iránt. Igen, tulajdonképpen tehát azok a nagy-nagy pontok, amik azért egy kapcsolatban kellenek, így például a hit, hogy visszatérjünk rá. Tehát ezekben megegyezik a véleményünk. A hitben, erkölcsiségben, a gyereknevelésben, világnézetben, tehát a pénzről való gondolkodásban. Politika. Tehát amiről a társaságban úgymond nem beszélnek, de tulajdonképpen a kapcsolatoknak a fontos pontjai, azok megvannak, hát nyilván a napi súlódások, hát mindenhol vannak, hát ez az élet mindenfélét hoz az ember elé, tehát nem is lenne jó, hogyha nem lenne, nem igaz? Igen. Hát én már tulajdonképpen megbarátkoztam azzal a gondolattal, hogy hát minden idézőben. Már mindent elértem, sok mindent elértem az életemben, de pont azt, amire a legjobban vágytam, hát azt nem kaptam meg. Úgy látszik, hogy Jóisten ezt a sorsot szállta nekem, és megbékéltem ezzel a sorssal. És akkor hát nekem az ideálom mindig a nagy család volt. Ugye a nagy család, mi négyen vagyunk testvérek, és nekem ez volt az ideál. Ez mindig olyan szép volt, így négy, a négy testvér. És hát amikor az Évivel ugye beszélgettünk, attól kezdve már naponta találkoztunk, és hát nem is tudom elmondani, hogy ennyit még életemben nem beszélgettem senkivel, mint vele, mindig mindenről, ugye egyszerűen belem állt a kedves kisztánk, mert annyi mindent akartunk egymásnak elmondani, és mindig egy kiderült, hogy mindenről ugyanúgy gondolkodunk. És akkor hát ugye Évi megértette velem, hogy ő, hát már nagyon-nagyon megszerettük egymást, hogy hát, hogy mi azért lehetnénk egy igazi család, és ha úgy akarjuk. És akkor nem tudom elmondani, az Évi, hát én akkor azt mondtam, Évi, akkor én most
ünnepélyesen megkérem a te kezdetet. Akarsz el feleségem lenni? És Évi, hát a nyakamba ugrott, és össze-vissza puszít engem. És igen, 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 igen. És akkor aztán összeházasodtunk, és hát aztán jöttek a gyerekek, egyik a másik után. Szép számmal, szép sorban. Szóval így, ez a mi történetünk. És egyébként, bocsáss meg, hogy közbeszólom, igen. Mert azért nagyon érdekes ez így, mert tulajdonképpen ez, lehet mondani ezt, hogy szerelem első látásra. Igen. Egy azonos elkölcsi gondolkodásmód kapcsán igen. Két ember kurkülönbséget leküzdve, azt mondja, hogy egy úton szeretnénk haladni, igen. És együtt. Igen. És ennek rögtön az első gyümölcse ugye meg igen. Is volt Mimi személyében. Igen. Mimi, te, amikor így eszméltél, 10, mit tudom én, hány éves korodban, amikor így már, mert ugye mikor pici az ember, akkor nem nagyon tudom a külvilágról. Te tisztában voltál vele, hogy a papa annak idején olyan nagy sztár volt, mint mondjuk itt most a, már tudom én, fiatalok közül, kit mondjak. Mondjuk az Ákos is már egy későbbi korosztály. Igen. De mondjuk, mint a, mit tudom én, most a Karamell, aki számokat ír. Tehát tudsz te, tudtál, vagy tudsz te erről? Vagy ti tudtatok erről? Akkor fordítom, hogy mit szeretnél. Ők a... Hát ugye tulajdonképpen kiskoruktól kezdve mindenhova cipeltük őket. Tehát amikor Attilának fellépése volt itt-ott-amott, mindenhova jöttek. Uh-huh. És nyilván ők tudták, hogy ezt a papa írta, mindenki mondta nekik, hogy a papa írta, stb. Tehát ezt olyan természetesnek vették, és de miután, ugye Attila nem a fiatal korosztálynak úgymond a nagy sztárja, ezért hát, nyilván nem azzal szembesültek az iskolában, hogy jaj, a te papád, aha. De ugyanakkor tudják, hogy nyilván, hogy eleve az összes számát ismerik, ami szintén ismert, tehát Isten életes piroskát. Na nézzük a kedvenceket. Neked melyik a kedvenc papa számod, vagy papi számod? Ha? Ne égessetek le, babák, most mondták. Na, tessék, apától kérek szerzeményeket. A papi CD-t, amit szoktunk hallgatni. Piros pezsgő. Piros pezsgő. Hát ez az, rózsaszín mahol. Ugye? Na, az igen. Már egy igazi. Mi a másik? Neked? Seveled? A nyári zápor, meg a sevelesen. Nélküled. Igen, és nem is súgtam ezt. Igen. És neked? Igen. Neked? Nekem pedig nekem is a sevelet igen. Egyébként ezek mind a mai, de mondjuk a sevelet senélkület, az egy abszolút sláger, tehát igen. A mai fiataloknak igen. Is. Ez igaz, igen. Nekem is, mondjuk, igen, még az volt. A sevelet senélkület. Igen, ezek igen, mert nagyon időtálló dolog. Igen, igen. Kövek a vízparton. Kövek a vízparton. Tényleg, azt is. Na, a kövek a vízparton, igen, a kövek a vízparton, az már, igen, azt nem csodálom, az már ezen a kazettán rajta volt, és az abból az időszakból való volt a földolgozása, igen. Ami ezen a karácsony újra otthonon volt. Igen, igen, igen. Ennek hát jött az folytatása, egy, hát az egy feldolgozás igen, volt, igen, tehát igen, arról igen. A dalról írtam egy másik másikat, dalt. Igen. Igen. Ugye, hogy annak idején a kövek a vízparton találkoztam, mint a kövek a vízparton, és aztán mégis szét elvitt minket egymástól, a folyó szétsodort, és mennyi ide elmúlt azóta, és most akkor is szép arra visszaemlékezni, hogyha a két követ már az a víz régen szétsodorta. Ez is egy nagyon jó szám. Ez is egy nagyon jó szám. Igen, ez kár, hogy keveset játsszák. Akkor, amikor ezt a CD-t, kazettát kiadta 85-ben, milyen volt a rádióban a fogadtatása egyáltalán? Be lehetett akkor adni? Most itt vagyok, Dobos Attila, igen. Írtam egy újat, és játsszátok? Igen. Vagy igen. Gáncs? Hát ide figyelj, bementem a hanglemezgyártó vállalathoz, mert szerettem volna egy lemezt kiadni. Egy Rákosi Péter nevű diktátor volt ott a kiadói igazgató, és azt mondta, hogy karácsony újra otthon, hát igen, igen. Ismerem én ezt a számot, lehallgattam, mondja. Nagyon jól ismerem. De nem fogjuk felvenni lemezre. Nem csinálunk Dobos Attilának reklámot.
Na, itt jött a retorzió. Így álltak hozzá, ez van. Nem csináltak nekem. Nem csináltak reklám. Igen, erre kíváncsi voltam egyébként, mert tényleg nagyon szép és értékes számok vannak rajta, és igen, aztán ugye nem játszották nem, ezeket a dolgokat. Azt is szokták volt mondani, hogy nem várjuk ám a disszidenseket tárt karokkal. Hát nem is vártak, szóval zárt karokkal vártak. Zárt karok. Hát, de azért de, ilyen szempontból jó, jó, hogy megváltozott a világ. Hát soha ne tudják meg a fiatalok, hogy milyen borzasztó idők voltak ezek. Ugye? Tehát az ember a hazáját szereti így is, úgy is. Tehát nem azért, hogy milyen a politika, hát akár milyen a politika, a hazáját az ember szereti, mert az a szülőföldje. Ugye? Tehát én ez volt a mi tragédiánk, a disszidensek tragédiája, hogy kimentünk, és megpróbáltuk a sorsunk, hát így is mondjam, ránk bért sorsot valahogy feldolgozni, és boldogulni az életben, és nem lehet. Nem lehet. Nem lehet egy magyarnak külföldön boldognak lenni. Nekem ez a meggyőződésem. Én ott sok-sok disszidens, hát emigráns ismertem meg, és kétféle magyar van külföldön, az egyik bevallja, a másik tagadja. Aha. De már az is, hogy hát mondjuk kitéved egy régi barát, vagy látogatok, mindenki mutogatja az autóját, a lakásának, hogy hát milyen jó most nekem, és közben egyik szeme sír, a majd, másik majd meg hasad a szíve. Ugye? És a legtöbb magyar, aki kint él, úgy végrendelkezik, hogy a hambait hozzák haza Magyarországra, vagy magyar földben nyugodhasson. Én is így voltam vele, ha nem adta volna meg a Jóisten és a sors, hogy hazajöttem volna, akkor legalább. De megadta a nagy családot is a Jóisten neked, mert azért így egészen. Még egy gyerek terve van véve egyébként? Nem, még egy gyerek. Hogy a négyes meglegyen. Igen, mert mondtad, hogy négyen voltam a testvérek. Olyan nagy családot szerettél volna, mint amilyen. De nem, akkor nem. Szép kutya? Ez a három, igen? De nem, még egy kutyus, aki holnap után érkezik. Igen? Van már egy nagy kutya, most jön menni. Még egy, úgyhogy. Melyikőtök a legnagyobb kutyapárti? Ki várja a legjobban? Igen. Én. Ezen lehet versenyezni. Mi? És én fogom kiválasztani három között. Igen? Az új kutyát. Milyen egy fajta kuvasz, lesz? Egy kuvaszunk van. Van egy kuvaszunk már, és jön még egy kuvasz mellé. Egy kis kuvasz jön hozzá. Jó, Istenem, de helyesek lesznek. Az olyan, mint egy fehér szörgombolya. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Most a Mici állandó ölelgeti, csókolgatja a kutyát. Én meg frászt kapok, mert mindig attól félek, hogy valami bacit összeszed. Valami bacit összeszed, meg mit tudom én. Figyelj, volt olyan, hogy meg is kapta egy kicsit, mert olyan aranyosan játszott a Mici vele, hogy így elhúzta a fülét, és jó, belekiabált. Mint az kutya, albó kutyának a fülébe. Még ráadásul albó. Ez a rossz néven vett a kutya, és itt kapott neki. Így, úgy, megvan a helye? Nincs. Megvan a helye. Nincs az emlékeimben. Figyelj, de közben itt Mici, te engem itten buzdítgattál közben, neked van még egy dalod, vagy egy versed, amit el szeretnél mondani? Nem, igen? Az, hát a Máriát énekelte, olyan szép volt, amit tegnap az óvodában énekeltem. Na? Jó? Jöhet? Olyan jó hangosan, ahogy ott énekelted, jó? Álljál föl. Jó? Akarsz a kezedbe venni valamit? Igen? Engedet. A Biblia. Hm? A cicát. Téged az ügyében. Ott van a cica? Cicus. Így van. Az is jó. És mi van tényleg? Menjél oda az ülében. Mi minden? Így van. Vagy gyertek ide. Gyertek ide. Gyertek mindent. Gyere te is ide. Segítsél neki. Nem kell segíteni. De üljön ide le mellé. Igen. Így. Akkor csak mellé ülés. Igen. Na így jó, de helyesek vagytok. Na, akkor jó, oda a kamerába lehet énekelni. Ja, oda énekelj oda a kamerába. Nyugodtan. Jó? Na, hogy is kezdődik? Aludj, boldogságom, harmad csillag minden ágon, kicsi teste gyönge, mégis tiéd lesz a föld, s az ég is. Jaj, de szép volt, jó van.
Ott jön a kíséret mellette, nagyon-nagyon ügyes voltál. Szoktatok-e otthon együtt énekelni? És van még egy versem a karácsonytól. Igen? Melyik darokat szoktátok karácsonykor énekelni otthon? Gyere itt a szülembe! Melyik a kedves? Melyik a legkedves? Hát a kis karácsony az előbb már volt. Most tanultunk egy verset a karácsonyról. Pásztorok. És na, melyik az, ami együtt menne most? Menjből az angyal. Menjből az angyal. Menjen a mennyből az angyal. Jöhet együtt? No? Ki kezdi, anyu? Menjből az angyal. Kezdj. Menjből az angyal. Lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok. Hogy Betlehembe sietve mennél, lássátok, lássátok, Istennek fia, aki született jászolban, jászolban. Ő lesz-e néktek, üdvözítőtök valóban. Valóban, mellette vagy. De tudják. A harmadik verszakot, de énekeljük tovább. Na, melyik kötök tudja? Mellette vagyok az édes anyja, Mária, Mária. Barmok köz fekszik, jászolban nyugszik, szent fia. Szent fia. Voltatok-e már éjféli misén? Voltam. És nem szoktatok álmosak és fáradtak lenni? Én nem. Talán nagyon kicsi korodban, de általában. Nem voltatok, éjféli misén nem voltatok. Én a Mimit elvittem, mikor kisebb volt egyszer. Igen. Igen. Önnekik a pásztorjáték aznap. A karácsonyról tudok egy verset. Igen, na akkor jöjjön a karácsonyi vers. Mondjad, hagyj halljuk. Szent karácsony beköszöntött, pompázatos ruhát öltött. Oly szaporán, mint az ápor, ezer csillag hull a fáról. Egy szép este, minden fénye, adjon erőt az új évre. Minden napja legyen ünnep, melengesse a kis szívünket. Nagyon szép volt. Nagyon-nagyon helyesek a gyerekeitek. Köszönjük. És még egy éneket is. És még egy éneket is tudsz. Na jó, akkor úgy látom, hogy te leszel ma a főszereplő. De akkor nézzél a kamerába, jó? Oda, ahol fényképeznek. Micike. De most gondolkozom, hogy kezdődik. Igen. Nem baj, ide sem, majd eszed. Ja, megvan. Karácsony, karácsony, drága ünnepünk, betlehemi angyalok, a zeng az énekünk. Jézus jászol bölcsőihez, mi is elmegyünk, angyalokkal, pásztorokkal ott örvendezünk. Ó, de szép volt, ezt nem is ismertem. Köszönöm szépen. Te csücsüljél ide vissza. Az az igazság, hogy egyet megállapítottam, hogy mindegy három gyereknek gyönyörű szép hangja van. Igen. Igen. Járnak egyébként kórusba is a gyerekek. Hát ő eleve Mimi zenei osztályban jár, illetve Attila is. Uh-huh. Mimi énekel az iskolai kórusban, és énekelünk a templomi kórusban is. Attila még minisztrál, addig mi a gyerekekkel, lányokkal pedig megyünk a... És te részt veszel-e a templomi kórusban? Nem várják el? Felkérést Dobos apukától. Várjál, felkérést kaptam, és igent is mondtam rá, de most annyira, valami elkapta a torkomat, és annyira nehezen jönnek az énekhangok ki belőlem, hogy nem akartam most karácsony előtt a többieknek a kórusát elrontani. Na tessék! Én a középső tenor szólam lennék, ami nagyon kényes igen, dolog. Igen. Szóval, hát őszintén, szóval recseg ropog a hangom most, nem olyan akkor mostanában haknézni se jársz. Akkor mostanában haknézni se jársz? Én nem mostanában, már régóta nem jártam. Miért nem?
Hát én járnék, ha hívnának. Nem, hát leszoktak már rólam. Ugye, mondjuk, hát én se járok utána, nem hívom fel a szervezőket, hogy jönnék hangnézni. Hát biztos, hogy lenne közönség azért, hogyha meghirdetnék egy-egy ilyen hozzám élő jó kis faluban például. Ugye, nem? Hát, akkor egy, azt mondta, hogy hozzám élő jó kis faluban, akkor egy olyan történettel fogjuk befejezni ezt a mai karácsonyi beszélgetésünket, ami nekem az emlékem arról a bizonyos defektes műsorról, mert akkor már az első műsorról lemaradtunk, vagy lemaradtál, a másodikról is csúszás volt, és azt hiszem, hogy a harmadik helyen már bezárta a művelődési ház, és az a közönség, aki ment volna Dobos Attila műsorát meghallgatni, azok bent ültek a kocsmába. És valaki szólt, a művelődési ház szervezője nagyon-nagyon dühös volt, de valaki szólt, hogy menjünk be az étterem vagy a falusi vendéglőbe. És ott volt mindenki, és Dobos Attila belépett, és a közönség ott állva tapsolt, és ott az Attila, ott abba a vendéglőbe a megtartotta a koncertet. Emlékszel te erre? Emlékszem. De jó. És ez felejthetetlen. Egyszerűen felejthetetlen volt. Úgyhogy remélem, hogy lesz még majd ilyen részen, amikor a művelődési ház bezár, de a közönséged az ott fog állni és várni téged. Javaslom neked, hogy a hatos csatorna szervezze valahova egy ilyen műsor, Pór Péter, meg ez a régiekert esetleg, mert akkor hozzáidó közönség lesz ott természetesen, ugye? Én szerintem meg is fogjuk csinálni. Legyen ez a végszó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a Lillás reggeli mai vendége, hogy voltatok. Mi is köszönjük szépen. És hogy eljöttetek hozzánk, és vállaltátok ezt a nem egészen egyszerű egy órát, de azt hiszem, hogy a kedves nézőknek is egy kis töltekezés volt a mai Lillás reggeli, akinek vendége Dobos Attila és családja volt. Köszönöm szépen. Áldott karácsonyt kívánunk. Áldott karácsonyt. A műsor főtámogatója a Gundel étterem.